A Többcélú Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium vezetői tavaly november óta azon dolgoznak, hogy ez év szeptember 1-től el tudják indítani városunkban a sportiskolát. Hónapokig tartottak az egyeztetések a két oktatási intézmény, a sportegyesületek és az önkormányzat között. A pedagógiai program és az alapító okirat módosításának elfogadása után pedig kezdődhet az oktatás. Az általános iskolai tagintézményekben megmarad az emelt óraszámú testnevelés, emellett azonban idén első és ötödik osztályban indulhatnak a sportiskolai csoportok. A sportiskolai osztály indítása az azt jelenti, hogy az általános iskolában a köznevelési törvény alapján is, meg a még érvényben lévő közoktatási törvény alapján is felmenő rendszerben valósulhat meg első és ötödik évfolyamon. Az első évfolyamon is, de az ötödik évfolyamon is megvalósítható úgy, hogy az emelt óraszámú testnevelés mellett egy évfolyam szintű sportiskolai osztály létrehozását is megvalósítsuk. Tehát valójában intézményi szinten valósul meg a sportiskolai osztálynak az indítása. Én azért örömmel még szeretném azt mondani, hogy pontosan a mai napon, a vezetői megbeszélés előtt egy olyan szülő keresett meg, akinek a gyermeke most negyedik osztályba jár. Minden negyedik osztályos gyermeket nyilatkoztatunk arról, hogy szeretne ebbe a képzési formában részt venni, és ő pontosan jelezni akarta, hogy ez a gyermek a birkózó szakosztályban birkózva szeretné a sportiskolai képzésben tanulmányait tovább folytatni. A Többcélú Intézmény vezetője a birkozókkal, az úszókkal és a vízilabdázókkal, valamint a kézilabdázókkal, a futball, illetve a SAK egyesületek vezetőivel vette fel a kapcsolatot, hiszen a versenyekre való felkészülést ők biztosítják a sportiskola tanulóinak. A Karacs Ferenc középiskolában az általános gimnáziumi képzésben indítják a sportosztályt. A tanórák annyiban térnek majd el a megszokottól, hogy 9. évfolyamon mindössze másfél órában testnevelési sportmodult tanulnak az iskoladiák. A sportosztály a középiskolában a gimnáziumi általános képzésen belül indul. Azokat a testnevelési sportmodulokat vettük át, amit a sportosztályok kerettanterve előírt. Alapvetően egy együttműködésnek kell létrejönnie a sportegyesületek és az intézmény között. Mi beszéltünk főigazgatóasszonnyal együtt azokkal a sportvezetőkkel, egyesületi elnökökkel, akik segítséget ígértek ez ügyben, hogy a tanulókat is, illetve a szülőket is tájékoztatják még pluszban a lehetőségekről. Tehát nem csak a birkózókat, hanem a kézilabdásokat, a futballistákat, a kickboxosokat, az úszókat, vízilabdázókat, sakkosokat, a sportlövészetet is fölkerestük ez ügyben. A sportiskola tanulói a versenyekre történő felkészítést nem az oktatási intézményekben, hanem abban az egyesületben kapják meg, ahol jelenleg is sportolnak. Az iskola pedig délutáni órákat biztosít a diákoknak, hogy bepótolják a versenyek edzőtáborok miatti kiesést. A testnevelő tanárok szakmailag készen állnak a sportiskola beindítására. A plusz feladatokat is el tudják látni, hogy a diákok zökkenőmentesen tudják építeni sportkarrierjüket. Lovas Norbert tanár úr például a munkája és a tanulás mellett szintén az élsportban tevékenykedik. 7 éve futszalozik, vagyis terenfocizik, és azóta a nemzeti válogatott keret tagja, 48-szoros válogatott, valamint egy berettyóújfalui klubbal, 3-szoros bajnokok, 2-szeres magyar kupa győztesek, és még sorolhatnánk az eredményeket. Ez mind azt bizonyítja, hogy van lehetősége a vidéki fiataloknak is eljutni magasabb szintre, és csak akarat és kitartás kell hozzá. Én is sporttagozatot végeztem, nem volt még lehetőségem is Püspökladányba elvégezni, hanem Debrecenbe jártam, de tényleg arra kérnék mindenkit, hogy feleslegesbe menni Debrecenbe, illetve nagyobb városokba elmenni sporttagozatos iskolába, mert itt ugyanaz lesz, mint Debrecenben, illetve Budapesten, és tényleg nagy-nagy szeretettel várjuk őket, illetve hát ezt mind a tanulmányaikat, mind a tesi órákon, tehát pluszképzést fognak kapni, azért lesz sportosztály, hogy ilyen sportolók legyenek, váljanak belőlük.
A Karacs Ferenc gimnáziumban a tárgyi feltételek is adottak. Egy korábbi támopos pályázatnak köszönhetően az intézmény 1,5 millió forintból különböző sportszereket vásárolt, így még felkészültebbek lesznek a sportoló tanulók fogadására. A Karacs Ferenc gimnázium pályázaton nyert különböző szereket. Bordásfalat nyertünk, ez szeptemberre ki lesz cserélve az egész, illetve új torna szőnyegünk van, új gerendánk, amit ott lehet már látni. Ott van az új szőnyeg is, új padok, az is egyet már beraktunk, mert tényleg el voltak használódva, és sikerült a pályázaton ezeket az eszközöket beszerezni. Emellett még zsámolyokat szereztünk be, illetve különböző labdákat, kosárlabdát, focilabdát, röplabdát. Ezekre a sporteszközökre már régóta szüksége volt az intézménynek, most azonban a sporttagozatosok is használhatják őket. Hasonló a helyzet a Kálvin téri általános iskolai tagintézményben is. A két öltözőt néhány éve felújították, valamint tavaly a veselényi pályázatból a tehetséges gyerekek versenyeztetését finanszírozták, több tornaszert és labdákat is tudtak venni. A többcélú intézmény valamennyi általános iskolájának lehetősége lesz arra, hogy beindítsa a sportosztályt. Idén még csak az első, illetve az ötödik osztályban, azután felmenő rendszerben indíthatják a következőket. Köztudott, hogy szeptembertől Püspökladányban a sportiskola beindítását tervezik. A Kálvin téri általános iskolában is lehetőség lesz erre. Az iskola felszereltsége egy teljes komplett tornaterem, kéziszerekkel, tornaszerekkel felszerelve, egy bitumen pálya, ami tavaly lett felújítva, illetve egy salakpálya, ami kosárlabda pálya. Ezen kívül nem csak itt a tornateremben, hanem a sportpályán, illetve a sportcsarnokban is tartunk testnevelési órákat. Az első szakosztály, amelyik kezdeményezte a sportiskola létrehozását, a birkozó szakosztály volt. Fejen átfordulás! Gyorsabban, gyerünk már! Gyerünk, gyerünk, nem tudunk be! Fejen átfordulás! Gyorsan, gyorsan, gyerünk, gyorsabban! Az elmúlt év végén dr. Hegedűs Csabával a Magyar Birkozó Szövetség elnökével kezdődtek meg a tárgyalások, és év elején már teljesen biztossá vált, hogy a sportiskola létrejöhet Püspökladányban. Az ügy legnagyobb támogatója Berde László, a Hajdú-Bihar megyei Birkozó Szövetség elnöke volt. Hogyha egy sportiskola lett volna 6 évvel ezelőtt, hát az én gyermekem meg se álmodta volna, hogy Budapesten, még én se egyáltalán, mert itt olyan közeg van, és minden megvan hozzá, tehát megvan a szakiskola, megvan az általános iskola, egy nagyon jól működő gimnázium van, tanárlétszám is olyan csodálatos, tehát mindenki, tehát híre van Püspökladánynak, és ezt nem szabad elveszíteni, és ezt folytatni kell tovább, és hogyha ha azt nézzük, a sportiskoláknak sokkal szélesebb a tárháza a pályázatoknak a megnyerésének, tehát az objektumok, tehát minden az ég adta egy világon. Nem tudok róla úgy beszélni, olyan elánnal, mert egyszerűen minden meg, tehát a vállalkozókat, ide vonz mindent. Néhány héttel ezelőtt a magyar válogatott tagjai az egyesületben birkozó gyerekeknek tartottak egy bemutatót, hogy még lelkesebben menjen a versenyekre való felkészülés. A Magyar Birkozó Szövetség elnöke dr. Hegedűs Csaba biztosította a ladányi intézményeket, hogy a sportiskola beindítását és működését figyelemmel fogja kísérni. A két szakosztályvezetővel megbeszélve én úgy gondolom, hogy a heti 7 edzés, vagy 7 nap, vagy 5 nap 7 edzésre fel vannak készülve. Nagyon sok munka lesz vele, de én a testnevelő tanárokkal karöltve biztos vagyok benne, hogy meg tudják oldani. Nem beszélve arról, hogy a gyermeknek a mozgás koordinációját biztos vagyok benne, hogy javítani fogja. Nem sok bajok lesz az orvosoknak, hogyha itt a gyerekek beállnak a sorba. Nem csak a birkózás, hanem emellett más sportágak is teljes jogú tagjai lesznek a sportiskolának. A Női Kézilabda Egyesület edzője közel egy éve Győriné Hollósi Ildikó tanárnő, aki új kihívásnak tekinti a sportiskolát. Kézilabda szakosztálya, mi már igen erre készültünk,
és tervezzük is, hogy várjuk azokat a gyerekeket, befogadjuk azokat a gyerekeket, akik szívesen kézilabdáznak, akár a nullától, tehát akik még most szeretnének elkezdeni. Mindenképpen cél az, hogy utánpótlást neveljünk. Már az elmúlt 10 hónap alatt sikerült 7 fiatal olyan játékost leigazolni az egyesületbe, akik már rendszeresen járnak edzésre, és azok, akik majd szeretnének, természetesen várjuk őket heti 3-szor, megpróbáljuk őket versenyeztetni. Ha minden igaz, akkor serdülőbajnokságban, vagy valamilyen gyermekbajnokságon elindítani őket, és minél többet játszani. Ott is természetesen kaptunk szereket, labdát, melegítőt, de ezt az egyesületen belül egy pályázat útján tudtuk megoldani. A női kézilabda csapat megyei szinten jelenleg a középmezőnyben áll, ami a rendszeres munkának köszönhető, és a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre, mint ahogy az úszó és vízilabda egyesületben is, mert több mint 20 éve ezt teszik, és nagy lehetőségnek tekintik a sportiskolát mind a gyerekek, mind az egyesületek szempontjából. Én úgy gondolom, hogy a gyermekek egészségi állapota az mindenféleképpen pozitív irányba fog majd lendülni. Ezen ügyben edzettségi állapotára gondolok szintén. Épp testben, épp lélek elvet már régen meghatározta egy nálunk jóval okosabb ember, és ez szerintem igen nagy előrelépés lesz ezen ügyben. Illetve, hogyha valaki komolyan gondolja ezt a nem csak ezt, bármilyen sportágat komolyan gondol, akkor ez egy megfelelő alap lenne a gyermekek számára ahhoz, hogy NB1-es, OB1-es, akár válogatott szinten tovább tudjanak lépni majd. Az úszó szakosztály 2 évtizednyi tevékenységét úszás oktatással kezdte, majd vízilabda csapatunkkal megyei diákolimpiai versenyeken eredményesen szerepeltek. 2 országos bajnokcsapatot tudhattak magukénak, valamint dobogós helyezéseket is elértek. A Magyar Vízilabda Szövetség felfigyelt a tehetséges fiatalokra, azonban az úszoda bezárását követően nem volt lehetőségük felkészülni a bajnokságokra. A 4-5 hónapos leállások ellenére szép taglétszámmal büszkélkedhetnek. Jelenállás szerint olyan közel 70 gyermekünk van, aki igazolt. Ez a nyár folyamán általában felszokott duzzadni a taglétszámunk, nyilván a jobb időre való tekintettel ilyenkor többen jönnek a fürdőbe. Heti 3 edzéssel dolgozunk, hétköznap kedden és csütörtökön van 4 órától edzésünk, illetve egy szombat délelőtt 10 órás edzésünk van. Jelenállás szerint úgymond nagy bajnokságban, nagy szintű bajnokságban nem tudtunk indulni az imént vázolt dolgok miatt, de ilyen kisebb tornákon, meghívásos versenyeken tudunk részt venni, illetve most hála jó Istennek tovább jutottak a gyerekek a megyei vízilabda döntőben. Nem sokára június elején megyünk országos döntőre, Szentesre, Kiskunfélegyházára, tehát hogy mozgunk a sport berkein belül, hát reméljük, hogy ez majd még nagyobb, még jobban ki fog terjedni ezek a mozgás határok. A sportiskola elindítására tehát az intézmények, testnevelők és a szakosztályok is felkészültek. Nagy előnye, hogy a sportkarrierre vágyó tehetséges gyerekek itthon maradhatnak, és a saját egyesületeikben fejleszthetik tudásukat. Emellett több versenyen képviselhetik Püspökladányt, ezzel is jó hírét keltve városunknak. Az első időszak valószínűleg nem lesz könnyű, de ha mindenki végzi a saját feladatát, akkor a siker garantált. Műsorunk előtt kaptuk a hírt, hogy az általános iskolába eddig az elmúlt héten 13 gyermek jelezte felvételi igényét a sportosztályba.